Már aszfaltoznak, jó ütemben haladnak a Kópolyai út felújítási munkálatai. Autómentes nap. Játék, rajzolás, ismeretterjesztés, versengés volt a Halasi főtéren. 63 áldozatról tudnak, 70 millió forintos kárt okoztak az online csalók. Aki úgy hal meg, hogy még él, az Alzheimer-kórról volt szó a Közösségek házában megtartott rendezvényen. A terveknek megfelelő ütemben zajlanak a munkálatok itt a Kópolyai úton. Amellett, hogy dolgoznak a gépek és a brigádok, a forgalom zavartalan félpályán halad, jelzőri irányítás mellett. A tervek szerint egyébként október 31-én befejeződik majd a beruházás, jelenleg az aszfaltozás zajlik. Napok óta teherautók hozzák a friss aszfaltot a Kópolyai útra, hogy azzal egy 7 méter széles út épüljön majd. Fülöp Róbert polgármester és Kulis István László alpolgármester a helyszínen tájékozódott a munkálatok jelenlegi állásáról. Mennyi aszfaltot igényel a mostani útfelújítás? Hát a mostani útfelújítás beruházásra költségvetés szerint 3050 tonna aszfalt kerül beépítésre, ami 118 darab kamion. Hihetetlen mennyiség. Igen. De hát ezt lehet is látni, úgy hívják a beépített vastagságon minden, hogy egy kamionnal 33-35 méter tudunk elmenni 27 tonnával. Ez a kötőréteg építés. Kopóréteg kicsit másabb lesz, az olyan 70 méter körül lesz egy 27 tonnás nyergesnek a beépítési hossza. A forgalom zavartalanul halad, a gépek és emberek folyamatosan dolgoznak. A városvezető szerint minőségi munkát végez a kivitelező Solt út Kft. Én úgy látom, hogy nagyon felkészült a kivitelezőnk, és nagyon jó minőségben készítik a Kópolyai útnak a külterületi szakaszát. Én azt látom így innen, hogy ez az út, ez bizton kijelentető, hogy 100 évre szolgálni fogja a Halas közösségét, úgyhogy egy nagyszerű útépítésnek lehetünk tanulni. Nyilván önök közül otthon a televízió, vagy éppen a számítógép képernyője előtt felteszik a kérdést, lesz-e folytatás? A belterületi szakaszt használják a halasiak sokkal többen. Nem állunk meg itt a belterületi szakaszhatárnál, hanem folytatni fogjuk a munkát. A tervezési munkák befejeződtek, az engedélyezés is megvan, úgyhogy most a közbeszerzés a vállalkozó kiválasztására vonatkozó eljárást fogjuk elindítani. És én abban reménykedem, hogy ez a következő 3 hónapban le is tud zajlani, és tavasszal fogjuk tudni folytatni az útfejlesztést a Kópolyai úton. Első ütemben a Tinódi utcai kereszteződésig, és utána egy következő ütemet fog igényelni az, hogy a temetőig tartó szakaszt is meg tudjuk újítani. Archívumunk segítségével vissza tudunk kicsit tekinteni az elmúlt hetekben történtekre. Ilyen volt a Kópolyai út augusztus elején, és ahogy telt az idő, a régi burkolat teljesen eltűnt. Nem véletlen, hogy az ott lakók már nagyon várták ezt a felújítást. Vártuk már régóta, hogy fejlődjön a környék, az út is egyre terheltebb lett az elmúlt időszakokban, teherautók, buszok, mezőgazdasági gépek és a megnövekedett személyautóforgalom. A kerékpárosok, mert én is sokat kerékpározok az utóbbi időszakban, nagyon kivoltak szolgáltatva a rossz útminőségnek. Ez abban nyilvánult meg, hogy nagyon le kellett húzódni az út szélére, és ott mivel már rossz minőségű volt az aszfalt, vagy nem is volt aszfalt, ennek az volt az átka, hogy sokszor az ember pocsolyába ment, kátyúba, és igazából nem érezte biztonságban magát ezen az úton. A változás látványos és hasznos. Európai Uniós forrásból közel 253 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Kiskunhalas a Kópolyai út külterületi 900 méteres szakaszának felújítására. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A rendszeres ellenőrzések, akciók és figyelemfelhívó kampányok ellenére még mindig sok az olyan sofőr, aki ittasan ül a volán mögé. A Kiskunhalasi rendőrkapitányság illetékességét területén is számtalan alkalommal tartóztattak fel olyan gépjárművezetőket, akik alkoholt fogyasztottak. Sajnos nem egy alkalommal balesetet is okoznak az ilyen sofőrök. Ezeknek az anyagi káron felül személyi sérülés is a következménye. Több ilyen eset is volt az elmúlt hetekben.
Május végén pedig itt a sofőr okozott halálos balesetet a Kunfehértói úton. A kiskohlasi rendőrkapitányság illetékességi területén a következő napokban több ellenőrzés is zajlik majd, amelyek célja az ittas vezetők kiszűrése a forgalomból. A kerékpározásé volt a főszerep Kiskunhalason az Európai Autómentes Napon. A város főtere különböző programokkal telt meg, melyek a kerékpározást, az egészséges életmódot, a környezettudatosságot és a sport fontosságát hirdették. A Halasi Város Menedzser Non-Profit Kft. Szervezésébe a program partnereinek segítségével. Az óvodások és iskolások aktívan vettek részt az eseményeken, a legkisebbeket ügyességi feladatok várták. Készültünk szlalomozással, kerékpárral, illetve utasszállító kerékpárral, amit nagyon élveznek a gyerekek, és megnehezíti a forgást, ugyanis szélesebb a hátulja, nagyon élvezik a gyerekek, illetve készültünk talpas tanösvénnyel, amiben különböző anyagokat tettünk, így a talpuknak kényelmesebb, nehezebb, puhább, keményebb anyagokkal, és így érezhetik is a gyerekek a különbséget. Egyre többen autóval közlekednek, szinte mindenhova, és egyre kevesebben járnak kerékpárral, illetve gyalog, és ezt erősítjük a gyerekekben, hogy van egy nap, amikor lehetőleg tegyék le az autót, illetve próbáljanak kerékpárral és gyalog közlekedni, az egészség szempontjából is. Paprika. Nagyon jó. Ezt tudjátok, én ezt tudom, mi az. A védőnők egészséges falatkákkal, gyümölcsel kínálták az érdeklődőket. Időben el kell kezdeni azért a gyerekeket megismertetni ezekkel az ízekkel, de én úgy látom, hogy nagyon sok gyerek szívesen kóstol, nem most találkozik először a nyers zöldségekkel, és úgy látom, hogy jó ízűen elfogyasztják, nem válogatnak, úgyhogy szívesen veszik ezt. Elől hátul van bicikli lámpa? Nekem igen. A rendőrség feladatokkal és hasznos tanácsokkal várta a gyerekeket. A Vöröskeresztnél egy bábún még az újraélesztést is ki lehetett próbálni. Várj egy picit följebb rakjuk. Most. Az autómentes nap újdonságaként még pingpongozni is lehetett. A máskor autók járta aszfaltra, színes rajzok kerültek, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület is érdekességekkel készült, de nagy sikere volt Halápi Sándor velocipédjének is. A falmászást is sokan kipróbálták Halas főterén. A lábaddal másszám az erősebb, mint a kezed. A gyerekek sok élménnyel gazdagodtak az autómentes napon. Bicikliztem, meg mostan kipróbáltam ezt is, meg mentem olyannal is biciklizni, meg rajzoltam. Bicikliztem, rajzoltam, azt is kipróbáltam, azt is. Ezt is mindent kipróbáltam. Jó érzettem magam, azt is a legjobban a bicikli tesztet. Ez a körös bicikli, ez a kétjást. Mit szoktál sokat biciklizni? Szerinted miért fontos, vagy miért jó biciklizni? Mert azért, mert sok levegőt kasmikon megy is. Nekem a bicikli tetszett a legjobban, meg az, meg rajzoltam. A szél ereje az megújuló. Az iskolásokat környezetvédelmi vetélkedő várta. Minden iskola képviselteti magát egy-egy csapattal, középiskolai verseny folyik, és általános iskolások versenyeznek egymással. Kolléganőnk dr. Kádár Anett állította össze a feladatlapokat, a zöld energia a fő témája a feladatlapoknak. Előzetesen megkapták az anyagot a tanulócsoportok, akik készültek a versenyre, a tanáraik segítettek nekik, most pedig megmutatják a tudásukat. Figyelem, rajt! Az autómentes nap csúcspontja az iskolások kerékpáros ügyességi versenye volt.
kerékpáros túrák, bringás reggeli autómentes nap, Kiskunhalas aktívan töltötte az Európai Mobilitási Hetet. A cél, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak autóval lehet eljutni A-ból B-be, hanem igenis használjanak biciklit, akár rollert, vagy bármilyen olyan járművet, amit saját maguk erejéből hajtanak. Nem mindig kell mindenhova autóval menni, mozogjunk, éljünk egészségesen. Azt hiszem ez a cél a mai, illetve az egész hetes rendezvénynek. Az utóbbi időszakban nőtt az úgynevezett online csalások száma, ezt érzékelik a Kiskunhalasi rendőrkapitányság illetékességi területén. A statisztikai adatok szerint az év első 8 hónapjában 63 áldozatról tudnak, nekik a csalók 70 millió forintos kárt okoztak. A szakemberek ismételten felhívják a figyelmet, hogy mindenki legyen a megszokottnál is óvatosabb. Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt azon időskorú sértettek száma, akiket különböző internetes oldalakon ejtenek tévedésbe az elkövetők. Jellemzően valamilyen terméket vagy éppen párkapcsolatot ígérnek nekik. Az internetes levelezések során a sértett bizalmába kerülnek, majd arra kérik, hogy rendszerint egy külföldi bankszámlára utaljanak el egy meghatározott összeget. Sajnos ezt számos esetben meg is teszik, így bűncselekmény áldozataivá válnak. Aki úgy hal meg, hogy még él. Kiskunhalason a Közösségek házában láthatta a közönség Kollár István díjnyertes filmjét. Az alkotó a demencia, valamint az Alzheimer kór témakörét dolgozta fel, úgy, hogy átfogó képet adott a jelenlegi egészségügyi helyzetről, és bemutatta azt is, milyen nagy feladat hárul a hozzátartozókra. A beszélgetéssel egybekötött vetítést a Zsanai Református Idősek Otthona szervezte. Mi nagyon örültünk, mi a Református Szeretetszolgálat fenntartásában működünk, és van nekünk itt Baján egy társintézményünk, és ők szervezték először ezt az Alzheimer kafét, és innen jött az ötlet, hiszen nekünk is az ellátottjaink több mint fele demens ellátott, és a mi szívügyünk a demens ellátás. Szeretnénk ezt a hozzátartozókhoz olyan közel vinni, amilyen közel csak lehet, hogy ki tudják venni belőle a részüket úgy, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten a mi idős ellátásunk levegye a terhet, és együtt, az együtt töltött idő az egy minőségi idő legyen. Innen jött az ötlet. Nagyon sokszor sírok. Ez az évezrednek a katasztrofális betegsége lesz. Nincs rá gyógyszer. Kollár István újságíró egyórás filmje a kaliforniai SoCal Film Festival legjobb dokumentumfilmje lett. Bemutatja az alattomos és mostohán kezelt betegséget, az Alzheimer kórt. A filmkészítés közben több fázis volt, több hatás ért engem is, ami aztán mindig változtatott a filmnek a kimenetelén. Az első hatás az volt, hogy mennyire keveset beszélünk erről a kórról, tehát én szerettem volna erről beszélni. Aztán jöttek a számadatok, hogy mennyire ijesztő, és hogy hát nyilván az ember magából indul ki, hogy engem majd hogy fog érinteni 20-25 év múlva, és nagyon ijesztő. Aztán édesanyám lett ilyen beteg, tehát nekem az volt egy nagy fordulat, és akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy milyen típusú filmet is kell gyártanom, kinek szóljon, milyen céllal szóljon. A személyes érintettség hatással volt a film végleges mondani valójára, ráirányítva a figyelmet a hozzátartozók, gondozók sorsára, a lelki és fizikai terhekre. Abszolút elterelt jó irányba egyébként. Addig is már, akkor már 3 éve mondták nekem az interjú alanyaim azt, amit ők gondolnak, és én nyilván felfogtam a szavakat, csak a jelentésüket nem értettem. Azt csak akkor érti meg az ember, ha tényleg belekerül ugyanebbe a helyzetbe. És innen tudtam azt, hogy hogyan tudok segítséget nyújtani az embereknek. Tehát mi az, amiről beszélni kell, mi érdekli őket, milyen formán kell ezt előadni, hogy megértsék és megtudják. És most így az előadások, ami a film után van, azzal, ahogy járjuk az országot, tapasztaljuk a további kérdéseket, és egy picit, megmondom őszintén, ilyen nyersek vagyunk, vagy olyan nagyon egyenesek, vagy nagyon őszinték, de én azt hiszem, hogy pont ez kell, hogy erről úgy kell beszélni, hogy ki kell mondani, hogy igen, rossz a helyzet, ez és ez lesz a családban, ez és ez lesz a beteggel, és így nézzünk ezzel szembe. Tehát nem szabad ámítani, hogy majd megment minket egy gyógyszer. Ezek a megoldások, hogy nézzünk szembe vele, úgyhogy mi egy picit ilyen országokítást végzünk, hanem nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt. Az Alzheimer Café rendezvényén dr. Mennyhárt Miklós főorvos is gyakorlati tanácsot adott a megjelenteknek.
A beszélgetés keretében szó volt arról is, hogy melyek az első intő jelek, amelyekre oda kell figyelni. A legelső jel, amit általában nem szoktak észrevenni, azért, mert a hozzátartozók nap mint nap látják, és az, hogy egyik napról a másikra lassan-lassan változik a beszéd például. Amikor a hozzátartozónak a beszéde lelassul, amikor a hozzátartozónk elkezd szavakat ismételni, amikor a kérdéseinkre nem adok adekvát választ, ha összefüggéstelenül beszél, egyre röviden mondatokat használ, stb. Ez a nyelvi rész az, ami előre felhívja a figyelmet. Utána például, amit nagyon fontos, azt viszonylag hamar észreveszik, az érdeklődés elvesztése. Megszokta nézni a Szulejmánt, a mama egész minden héten, egész héten nézi. Egyszer csak föltűnik, ha föltűnik a családtagoknak, vagy mit tudom, hogy már csak egy év múlva, hogy nem érdekli, nem nézi, és mama, hát nem, a Szulejmán. Nem érdekel, fáradt vagyok, nem érdekli semmi. Horváth Marian szerint a hozzátartozókra nagyon nagy figyelmet kell fordítani, hatalmas lelki teher nehezedik rájuk. Hát ez egy 24 órás feladat. Én azt gondolom, hogy az, aki dolgozik, és van külön családja, annak teljesen kimerítő ez a feladat. De én azt gondolom, hogy a szeretett hozzátartozó, legyen az édesanya, édesapa, nagymama, nagymama, azért amikor megváltoznak ezek a szerepviszonyok, ez egy borzasztó lelkitörés a családban. És én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy mi pontosan ezért vagyunk, hogy ezt a terhet levegyünk, viszont azt a minőségi időt tényleg, amit együtt szeretnének tölteni, akkor az szóljon arról, hogy szórakozás, legyen az... Tulajdonképpen az is lehet, hogy csak egy készfogás, egy ölelés, lett csendben eltöltött idő.